A diákok bevonásával tartottak rendőrszakmai bemutatókat, szituációs gyakorlatokat és baleseti szimulációt. A fiatalok ezek segítségével testközelből láthatták, hogy válik valaki például egy bűncselekmény áldozatává. Nekem a legelső előadás tetszett a legjobban, az a, hogy a biztonsági övet, hogyha nem csatoljuk be, akkor mi történhet velünk, ha frontálisan ütközünk, vagy bárhogyan. Nekem az olyan, hát azt gondoltam, hogy ugye nagyobb probléma lehet belőle, de azt nem, hogy ekkora. Nekem nagyon érdekes az, hogy a kutyák azok így belettek idomítva, meg tudják találni a különböző drogokat, meg ilyen mindenféle dolgokat, hogy az embereket kimentik, meg ilyenek, nekem ez nagyon tetszik. Nem tudjuk azt pontosan, hogy mondjuk ennek a rendezvénynek az eredményeként mennyi bűncselekmény marad el, mennyivel fog csökkenni a sértettek és áldozatok száma. Nem tudjuk pontosan. Én azt mondom, hogy ha csak egy bűncselekménnyel lesz kevesebb ennek a programnak a hatására, akkor már megérte. A Reakció nevű programot 2015-ben indított el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Eddig már több tucat helyszínen járt a rendőrök, mentősök, tűzoltók és börtönőrök közreműködésével bemutatott programsorozat. Kortárs diákokkal dolgozunk, tehát ők a Tánkáró ökoiskolában vannak, és állandó szereplőink. Ők játszanak el rablást, testi sértést, rongálást, garázdaságot, kábítószer birtoklást, tehát minden, vagy éppen diszkóbaleset, ugye itt a semüvetés bűncselekménye, minden olyan szituáció, amivel a fiatal kapcsolatba került, ami egy ilyen köznapi szituációk, amikkel találkozhat, amikor hozhat egy rossz döntést. Az interaktív bűnmegelőzési rendezvény célja, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokra tegyenek szert. A programunknak egyik a fő gondolata, hogy ami egy ilyen kínai bölcsességre épül, hogyha csak elmondod, akkor elfelejtem. Ha megmutatod, akkor emlékezni fogok, talán. Ha viszont részt veszek benne, átélem, benne vagyok, tapasztalom, akkor megértem. Most pont erre épül a program is, hogy bevonjuk a közönséget, mozgatjuk a közönséget, szituációhoz kapcsoljuk a közönséget, állandó jelleggel mindenféle ingerekkel bombázzuk őket, mert mindig más és más módszert csepegtetünk be. Van benne drámapedagógia, élménypedagógia, konstruktív pedagógia, szituációk színpadra vitele, tehát számtalan olyan elem, amivel hatékonyan tudjuk egy ilyen fiatalnak a figyelmét lekötni, és a hatékonyan tudunk ismert átadni. A programnak egyik fő gondolata a kockázat döntés következmény. Tehát a fiatal felfogja azt, hogy a döntéseimért én vagyok a felelős, és hogyha esetleg hozok egy rossz döntést, akkor igenis a céljaimat, a vágyaimat, a terveimet veszélyeztetem, és ráadásul és hozzákapcsolva még azt, hogy ennek, hogyha egy rossz döntésnek viszont lesz következménye is. A mai jogszabályok szerint bizonyos bűncselekményeknél már 12 éves kortól büntethetőek a fiatalok. És gyakran csak utána, a tett után, nem azért, mert született bűnözők, hanem azt, hogy milyen rossz helyen voltak rossz időben, vagy éppen rossz baráti körben, elkövettek valamilyen cselekményt, és utána kezdek el vakarózni. Ne utána tegyék ezt meg. Azért vannak ezek a rendezvények, hogy átéljék, tapasztalják, és amikor majd legközelebb egy ilyen hasonló szituációval kerülnek kapcsolatba, akár mondjuk egy barátunk itt asan ülne be az autóba, akkor mondják azt, hogy ne. Hogy igenis tudjanak nemet mondani. Az egyenruhások a büntető eljárások teljes folyamatát bemutatták, az elkövetéstől a rendőrségi előállításon és nyomozáson át a letöltendő börtönbüntetésig vezető műveletekbe is betekintést kaptak a fiatalok.